Feketére mázolták a magyar feliratokat több Maros megyei település helység névtábláin. Szakértők szerint az ilyen jellegű rongálásokból a 90-es évekbeli nacionalista magatartás tükröződik vissza. Kerelőszentpán helyiség névtáblája három nyelvű. Legalábbis az volt december 1-ig. Most már csak a román és a roma felirat jelzi a település nevét. A község magyar nyelvű feliratát feketére mázolták ismeretlen tettesek. De a Kerelőszentpálhoz tartozó Búzás-Besenyő helység névtábláján is lefestették a magyar feliratot. Nem az első ilyen eset, nyilatkozta híradónknak Antal Zoltán. Volt még ilyen, volt erre még precedens. Ha jól emlékszem, egy március 15-e körül volt ez a táblafestés, akkor sajnos akkor sem derült ki, hogy ki volt a tettes. De a Nyárádszeredához tartozó Székelymosón helyiség névtábláját is lekenték piros festékkel. Karácsonyi Zsigmond újságíró jól emlékszik a 90-es évek elejére, amikor az első magyar nyelvű feliratok is felkerültek bizonyos települések helyiség névtábláira. Azt mondja, már akkor is ledöntötték vagy lefestették ezeket, a jelenség pedig úgy tűnik megállíthatatlan. 90 első napjaiból azt tapasztaljuk, hogy a nacionalista érzelmektől túlfűtött egyének, amikor akár ünnep közeledik, vagy a véleményüket akarják kifejezni, akkor vesznek egy ecsetet és egy festékes bödönt, és lemázolják a magyar feliratokat. Ez kulturál hiányról tesz tanúbizonyságot, épp úgy, mint most a napokban, amikor december 1-ét ünnepelte a román állam, kimentek és lefestették Maros megyében néhány helység névtáblát. A rendőrségtől egyébként megtudtuk, bűnügyi dossziét nyitottak ismeretlen tettesek ellen rongálás vádjával. A bűncselekmény egy évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.